Hello, my friendek! Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Hát ebben a videóban tök izgalmas dolgot fogunk csinálni. Ti már látjátok nyilván a címből, de a Betty nem tudja, hogy ma... Na, mi... mondd már el végre! Igen, ezt terveztem, hogy most elmondom, csak pont közben szóltál. Igen. Mindenre igen fogok mondani a Bettynek. Ez az! Sugar mami! Végre egy ilyen nap! Ugye, egyszer már volt egy ilyen videó a Bennyvel, és most te következel. Nagyon adom. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, amit te akarsz, oda megyünk, azt tesszük, azt isszuk. Egész nap azt csináljuk, amit akarsz igazából. Nagyon-nagyon jó. Ez a tervem ma. De ezt mondhattad volna előre, hogy felkészüljek, igen, hogy hova akarok menni? Na igen, szóval pont ez volt a lényeg, hogy ne tudd, mert hogy akkor biztos, hogy kikötöttünk volna Dubajban, vagy valami izén, hogy... A te Maldívon. Hát még az talán az is, ja. Random. De egyébként én amúgy, mert gondoltam, hogy így izébe leszel, hogy mit csináljunk. Én amúgy felírtam pár dolgot, szóval fogok neked javasolni napközben bármit, meg így nagyjából a napnak a felépítését. Tényleg azt sem takarunk, de hogy így nagyjából legyen kerete. Jó, nagyon jó. Akkor szerintem vegyünk magunkhoz valami kávéfélét. Igen. És reggelizzünk meg. Ja, oké, hogy már nincsen reggel, szóval reggeliző helyek kilőve, de ehetnénk valamit. Jó, és hova szeretném menni kávézni? Ha tudsz valami nagyon jó kávézó helyet, ahol incsi-fincsiségek vannak, akkor mehetünk oda is. Nyitott vagyok rá. Amúgy akár bráncsoló helyre is elmehetünk, ha szeretnél. És akkor a reggeli meg a kávé is ugye egybe megvan. Én nem voltam még nagyon bráncsoló helyen. Tényleg? Tényleg? Nincs a fejedben olyan bráncsoló hely, amit láttál valahol a social médián, ahova szívesen elmennél, vagy valami? Aj, de csak nem tudom a nevüket. Hogy mi az, amire a híres, és akkor én amúgy szívesen utána nézek. Jó, izék voltak ott, a Herceg Prímás utcában van, és olyan kekszek vannak ott. Komolyan oda akarsz venni? Annyira jól néz ki. Olyan csokis a belseje azoknak a kekszeknek. És Betty, én voltam ott, és tudod milyenek azok a kekszek? Milyenek? Nagyon jó. Majd mi menjünk oda. Jó, amúgy a Cookie Beaconnek hívják ezt a helyet. És egyébként én nagyon örülök, hallod, én ezt felírtam a listára. Hogy menjünk el, mert azok a kekszek isteniek. És van, jól néznek ki. Én ízétettem keto kekszet, és epres sajtorta volt. És Jézus. Jó, akkor indulás a Cookie Beaconbe. Nagyon jó. Amúgy örülsz neki, igen, hogy ezt csináljuk ma? Ez az, ez az. Miért pacsisztunk? Nem tudom. Megérkeztünk. Na, hogy tetszett a hely belülről? Nagyon kis édes volt, és nagyon jól néztek ki a főételek is, úgyhogy egyszer biztos, hogy fogok itt tenni. Ja igen, mert most végül is csak egyébként kekszet vettünk, mert utána majd programozunk, azt még nem tudom, hogy mi lesz. Lesz még itt minden, anyuka. Hát én egy kókuszos, macsás kávét kértem, ilyet még az életemben nem ittam, macsás kávét, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ízleni fog-e egyáltalán. A Barbie-nak vannak fenntartásai a macsával, de... Jó, de én utálom a macsát, szóval hát, az más. Amúgy én desszertekben is szeretem, szóval hát ha. Na, én meg Lotus Biscoff-os kávét kértem amúgy, úgyhogy kíváncsi vagyok. Amúgy mi az a Lotus Biscoff? Kóstold meg. Hát, és akkor lefordítom a kedveseknek, akik szintén nem tudják. Ez egy ilyen fahíjas keksz amúgy. Úristen, de jó. Igen, ez nagyon fincsi. Fahéj, mint egy mézes kalács kicsit. Na jó, lássuk. Savanykás. Tavaly nem fog ízleni. De nem, hogy jó, mert kicsit dominál benne a kókusz, szóval így harcolnak egymással a savanykás íz meg a kókusz, és így javezhető valamennyire. Postoljunk meg a kekszet, léci, nagyon fogod imádni. Tetti kért egy keto csokis kekszeset, ami diós is közben. Én ugyanazt kértem, mint amit már ettem, ez egy sajtortás keto keksz. Az volt, hogy a sütőből vették ki éppen. Igazából nem is tudom, milyen ez, de fehér csokis. Ezen is szemestem. Te vagy ilyet is. Na. És ezt nézzétek meg, mert biztos, hogy nagyon jó látvány. Aha. Igazából nem az volt, amire gondoltam.
Úristen, nagyon jó. Uh-huh. Olyan puha belül. Tele van csoki valami. Saja. Jézusom. Nagyon durva, nem? Isteni. Ilyenekkel van tele, mint amit itt látok, ilyen csoki darabokkal. Ó, ez a sajtortás. Látod, benne van a sajtorta. Magyarország. Nagyon jó. Hogy lehet ilyen jó kekszeket csinálni? Kekszen nem értem. Még egy harmadik elférnek közönbe. Adom. Oké, okay, nem folyt, de amúgy tele van. Oké. Okay. Meghaltam, és most újra élek. Azta! Hogyha akartok jó kekszeket enni, én nagyon ajánlom ezt a helyet. Én még nem éreztem ilyen ízeket, mint amit most érzek. Ez nagyon durva. Jesszusom! De ebben mi van még? Mi ez a fehér? Fehér csoki. Ízze van, nem is szeretem a fehér csoki. Ilyen jó kekszeket még soha nem ettem, és ez volt a véleményem akkor is, amikor először voltunk itt, úgyhogy ezt tényleg mindenkinek ki kell próbálnia. Az egész kezem mindenes. Gondolom, popsütöllő. Jó, amúgy tök jó, hogy veled videózom most, mert nálad mindig van. Tudod, mi lesz a következő program? Micsoda? Hát ezután. Na, mit csinálunk? Elmegyünk shoppingolni! Jó, nem, egyébként nem lesz nagy vásárlás. Holnap van a drága Attilának a születésnapja. Mármint hát már volt, de a bulia most lesz. És hát kéne rá valami új kis buddy, vagy majd meglátjuk. Igazából az az elképzelésem, a mostani trendi zöld színben szeretnék valamit. Igen. És akkor ez menni fog ehhez a cipőmhöz, és így fog jönni holnap. Jó, és akkor, hogyha jól sejtem, akkor ezt a magyar Barbie pénztárcája fogja állni. Gondoltam, igen. Amúgy hova menjünk? Hát hova akarsz? Ide a Váci utcára, vagy menjünk plázába? Egyébként, hogyha utána ebédelni megyünk, akkor tökéletes a West End. Akkor irány a West End, miután megfürödtünk. Ja, Cookie Bacon 10/10. Ez így isteni. 120 millió, ez nagyon durván jó volt. Törzs vendégek leszünk, járunk ide kekszezni, babám. Hát babám, csak akkor, ha lesz rokkant igazolványunk, mert... Nem. Ezt a parkolást ja, igen. Egy parkolóhelyet kerestünk egy fél óráig. Most lehetnénk normális testvérek. Egyébként nem kell, nem lesz hosszú idő. Célirányosan benézzünk a New Yorkerbe, a H&M-be, a Bershkába, de hogyha már az első helyen megtalálom, amit keresek, akkor ennyi volt. Én szerintem a Bettinek ez most ilyen álomnak, mert folyamatosan dolgozik. Szerintem nagyon jól eshet neki, hogy kikapcsolhat egy picit, aztán azt csinál, amit akar. Hát ez egy röpke, 2,5 óra volt csak. Ó, 2,5 óra volt? Igen. Nekem fel se tűnt. Hát nekem feltűnt. A New Yorkerben ott megtaláltunk mindent, amiért alapvetően mentünk, csak aztán az történt, hogy kitalálta, hogy kell neki egy cipő is. Muszáj volt. Tarts egy bemutatót, na, mit vettünk. Akkor, kérlek szépen, onnan Debrecenből láthatjátok, jó messziről. Ilyen arany fuchs van rajta, mert igen. Hogy igen, az megy a stílusomhoz, és hófehér, szóval úgy kell vigyáznom rá, mint hogyha a szemem fénye lenne. Na, ja, ez én a fekete mellett voksoltam, és azt mondtam a beszélek, hogy mindenképp azt kellene szerintem megvenni, de valamiért nagyon ráállt erre a fehérre, úgyhogy... Mert olyan szép, és akkor... Ez a kedvencem. Megvettük ezt. Ez annyira jó, olyan jó anyaga van, olyan, mint egy szörme. Dr. Seuss is. Igen. Kis top. Jaj. Nézd meg, milyen fejem van, ha így vagyok. Hát igen, ne legyél mint így. Egy én azt javasolnám, csak hogy ne legyél így. Ebből sem fogtok valami sokat látni. És ezt is én találtam, szóval ma én vagyok a nap megmentője igazából. Egyébként igen, mert a Barbie találta a cipőt is, vagy igen. Ezt most már elmondtad? Nem, de szerintem igen, most mindent így én ha találtam. Nem lettél volna, én teljesen másokat veszek. Amúgy igen, akkor fix, hogy tovább mész, meg mást keresel, meg ilyenek, úgyhogy ja. Igen, úgyhogy király volt. És megyünk ebédelni. Na, erre kíváncsi vagyok. Hova megyünk ebédelni? Magyar Bíbuty? A Fókingbe fogunk menni, ami most nyílt, és nagyon kívánatos ételeket láttam onnan. 40 fok van, ember. De ilyenkor azt vágod, hogy meleg leveseket kell enni, mert akkor aklimatizálódik a test hőmérsékleted a kintivel, és nem fogsz izzadni.
De nem kell full levest enni ám, mert nagyon sok minden van ott. Megyünk a Brill-Drillbe. Fucking oda. Te mit teszel? Én csirkehúsos fót fogok enni. Mit? Ma ez így végigkíséri a napot. Savanyú. Dinnyés? Na, hát, hogyha én a helyedbe lettem volna, akkor lehet, hogy mást választok. Jó, de én amúgy ezt nagyon meg akartam kóstolni, mivel annyira szeretem a full leveseket, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen egy újonnan nyílt hely, ami egyébként egy jó helyen van frekventált. Igen, jó és helyen van. Egyébként nagyon. Meg jól is nézhetne ki, nagyon jól. Nem néz ki rosszul, de sokkal jobban meg lehetett volna csinálni egy új üzletet. Egyébként a kaja mind a kettőnek íz lett, és finom volt. Fincsi volt, tényleg. De így azt beszéltük, hogy valószínűleg nem jönnénk ide többször. Nem volt nagy boom. De nem volt rossz egyáltalán. Igen. Volt 2-3 dolog, amit kértünk, és nem volt, szóval, hogy így ilyesmi dolgok voltak, ami miatt így ezt mondjuk. Úgyhogy ez egy érdekes választás volt, de... Egyébként én tele vagyok, te én is. Jó tettünk, kipróbáltuk. Igen. Köszönjük szépen. Igen, és most mit szeretnél csinálni, Bettike? Most nem tudom. De azt mondtad, vannak alternatíváid. Most felhasználom az alternatíva kártyát. Jó, akkor például mehetünk Andris kedvenc helyére bögrét festeni, vagy bármilyen ilyesmit. Vagy mehetünk a Museum of Sweets and Selfies-be képeket csinálni. Esetleg. Ez a kettő, amire gondoltam. Most nem akarok selfizgetni. Igen? Mert az sokkal jobban kire kellett volna öltöznöm, vagy na, sminkálődnöm, vagy ilyesmi. Úgyhogy szerintem akkor fessünk bögrét. Tényleg? Neked van hozzá kedved? Van. Én amúgy szeretek festeni. Aztán, jó. Akkor menjünk húsra. Most ennek nagyon örülök. Tényleg? Én imádok. Én nagyon kreatívkodtam, úgyhogy én is várom. Tök jó festegetni. Ez az is, hogy lehet bármit, szóval tányért is, meg mindenfélét lehet. Nagyon jó. Jó, akkor menjünk a Mépájúba. Természetfelvételek, Bettita. Mint a természet, az nem a fejedet jelenti. Jézus Mária! Megjöttünk. Te tényleg te voltál már itt? Nem voltam még sose itt, de jó lesz. Jó, akkor menjünk. Na, itt vannak ezek, amik közül lehet választanunk. Ezek mind csak bögrék, azt hiszem. És tetszik valami nagyon? Nem. Na, akkor nem is bögrét fogsz csinálni? Hát, ha van, akkor inkább vázát. Azért, mert bármikor, amikor kapok egy szép kis csokorvirágot, akkor otthon van 2 darab váza. És ugye, hát most fogunk elköltözni, és akarok egy stílusosat, hogy úgy frankon díszítse az asztal közepét. De azt tudod, hogy mennyibe kerül itt egy váza? Nem. Oké, és akkor gyere, megmutatom. Maradhatunk bögrénél? Hát attól függ, hogy a sugármami kassza mit mond. Akkor bögre lesz. Igen, mint a strandon a izé. Igen, mint a sült rumpi. Igen. Vagy ebbe egy kis szardénia. Ezt te cuki. Én végül Andrisnak a utolsó videójából inspirálódva, tehát egy full koppintás, ezt a fajta bögrét szeretném, mert szerintem ez annyira jól néz ki, és hogyha szépen ki van festve, akkor meg még jobb lesz. Betty meg, nem törődve a büdzsével, egy vázát csinálunk. Koncepció nincs, csak a vége, majd meglátjuk. Ez egy bőrszínű alapon lesz, feketén akartam, csak mondták, hogy abba elveszne. Gucci minta lesz. Jézus Mária, oksi. Most ezzel mi a probléma? A mű és a művész. A mű és a művész.
Jó volt? Nagyon, annyira megnyugtató volt. Nagyon, én ezt imádom amúgy, és tökre örültem, mert nagyon-nagyon rég voltam utoljára, és egyébként láttam is, hogy teljesen belezónoltál abban, nagyon. Mit csinálsz. Igen. Viszont sajnos nem változik, ugyanúgy ronda vázába fogom tenni majd a virágokat, de legalább én csináltam. Igen, ezzel most már tudsz büszkélkedni. Igen. Jó. Egyébként most már azért kezd besötétedni, úgyhogy szerintem most jön az utolsó dolog, amit csinálni fogunk, és mi lesz az? Hova menjünk? Elnyalunk egy mekisfagyit. Mekisfagyit? Igen. Az a basic tölcséreset, de te választhatsz mást. Van még tölcséres fagyi? Remélem. Miért megszűnt? Hát én nem láttam 1000 éve. Hát remélem, hogy van. Jó, akkor megnézzük. Jó, akkor menjünk a mekibe. Szia! Elnézést, a fények már nem túl jók. Igen, kicsit este lett. De ideértünk, és mondd el, hogy mit kértél. Én egy sima basic csokiöntetes fagyit kértem, de egyébként tölcséres szerettem volna, de megszűnt! Igen, már megszűnt, de amúgy akkor jól emlékeztem, mert én tudtam, hogy nincsen már. Ez olyan szomorú. Én pedig ezt a Rákóczi túrós fagyit kértem amúgy. Egyszer már ilyet evett a Levi, és ezt megkóstoltam, és ez nagyon finom amúgy. Biztos jó, viszont ezzel a fa kanál a nagyon rossz. Kóstold meg. Ugye, hogy olyan, mint egy Rákóczi túrós? Nagyon jó. Nagyon jó. Wow. Hát az enyém az csak nyomokban csokik tartalmaz. And vanília. Jól érezted magad, Bettike? Nagyon, és csinálhatnánk minden nap. Nem igazából, szerintem akkor hajléktalanné válnék egy hét alatt. Pedig nekem nagyon jó volt ez a nap. De te is jól érezted magad? A nap nagy részében igen amúgy. Mikor nem? Az étteremnél, meg a shoppingnak a végén már nyűgös voltam nagyon. Ah, igen, az kicsit elhúzódott a CCC-be. Ott már éreztem, hogy baj van. De amúgy azon kívül? Mi? Imádtam. Ez. Jó, akkor, de igazából te is jól érezted magad, kis tesós nap volt. Tesós nap! És holnap is tesós nap. Igen, csak holnap, mert szerencsére nem csak én fizetek. Majd megkívulok egy körre. Egyre. Milyen vodkából legyen? A csapvízből. Milyen vodka? Szerinted rövidet fog fizetni. Valami házbora. Jó, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, reméljük, hogy nektek is tetszett. Ha szeretnétek hasonló videót, akkor légy szíves, ne szeressetek. Ha szeretnétek, hogy legyen még egy ilyen nap, nyugodtan írjátok a Barbinak, mert akkor bele fog menni újra és újra, én meg mindig akarom, szóval lehet. Ha szeretnétek olyan videót, hogy fordítva legyen ez, akkor azt is írjátok meg. Valószínűleg azt soha nem fog... meg, igen. Nem fogom megnézni. Valószínűleg soha nem fog belemenni a Betty, de azért köszönjük, hogy megnéztétek, és puszi! Sziasztok!